Énekszó és muzsika töltötte be a bátaszéki tájház udvarát. A Felvidék Néptánc Együttes növendékei búcsúztatták el a nyári táborukat. Idén kicsit rövidebbre sikerült a népi játszó a megszokottnál, de a három napot így is tartalmasan töltötték el a gyerekek. Villányi Luca mosolyogva mesélte az élményeit. Minden reggel volt mese, és azt szoktunk olyanokat játszani, meg leszoktuk rajzolni. Olyan, hogy volt egy lap, és ilyen csíkba voltak papírok, és így összehajtottad, és akkor így rá kellett ragasztani, és akkor így végig kellett csinálni, és akkor meg kellett csinálni a haját is, és ennyit csináltunk. Pécsi Laura minden nyáron részt vesz a népi játszon. Itt szoktunk ilyen körjátékokat játszani, van sok kicsi, azoknak is szoktunk segíteni, szoktunk kézműveskedni, énekelni, és minden hétfőn lovagoltunk, kedden pedig palacsintát ettünk, ma meg pogácsát sütöttünk. A háromnapos táborprogramját tematikusan állították össze a szervezők, két óvoda és táncpedagógus foglalkozott a gyerekekkel. Most már évek óta úgy építjük fel ezt a népi játszónkat, hogy minden napra hozunk egy népmesét. Hétfőn meséltünk az aranytulipánról, kedden, hogy hogyan tanultak meg énekelni a madarak, szerdán pedig a király kenyerét dolgoztuk fel. Mindig úgy kezdtük a napot, hogy elmeséltük a mesét, és utána ehhez kapcsolódóan tanultunk mondókákat, énekeket, táncokat, játékokat vettünk elő, és a kézműves foglalkozások is ehhez kapcsolódtak. Pogácsát sütöttünk ma velük, igen, úgyhogy, mert a király kenyeréhez ez tartozik, vagy ez csatlakozott egy kicsit, hogy akkor megtapasztaltuk, hogy hogyan kell meggyúrni egy pogácsát, hogyan kell kiszaggatni, hogy kell meg, hogy dolgozik az élesztő, ez is egy ilyen érdekesség volt számukra. Nagyon-nagyon élvezik mindig, minden nap mást és mást csináltunk, különlegességeket, nagyon jó kis játékokat vettünk elő, úgyhogy nagyon élvezik. Mindig. A bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes népi játszóját már több mint 10 éve szervezik meg minden nyáron. A tábor nem csak a csoport növendékeinek szól, külsősök is részt vehetnek rajta. Ugyanis szeretnénk minél több gyerekkel megismertetni azt a fajta nézőpontot, vagy mentalitást, amit mi képviselünk. Szabóné Béda Anita és Jankó Fruzsi, ők a két táborvezető, akik egyébként óvónők, de ez mellett az egyesület oktatói, tehát néptáncpedagógusok, a gyerekekkel ők foglalkoznak, tehát a legkisebb az aprókkal és az utánpótlás csoporttal, és így ezt a tábort is értelemszerűen ők vezetik, ők tartják a kezükbe, tehát ez nyilvános, nyitott program mindenki számára. Covid előttig egészen szép számmal vettek részt gyerekek. Most ugye 2 év után először futottunk neki, szerencsénkre újra itt a tájházban, mert hogy ugye eddig a tájházat sem lehetett használni, de most újra megnyitotta a kapuit, és mi nagyon szeretjük a bátaszéki tájházat, szeretjük ezt az udvart, szeretjük a közösségi terét, mert hogy ad egy pluszt az egész programnak. A tájházban a gyerekek a kiállítást is megnézhették, megismerkedtek a népcsoportokkal, a hozzájuk tartozó viseletekkel is. Idén a legkisebbek is együtt táborozhattak nagyobb társaikkal. Nagyon-nagyon cukik, és nagyon szívesen segítik egymást, tehát a nagyobbak már segítenek a kisebbeknek. A kisebbeket motiválja az, hogy ugyanazt csinálja, és ugyanúgy csinálja, mint a nagy. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy abszolút sikeres és vidám hangulatban eltöltött pár nap volt, és abban is reménykedünk, hogy azok a gyerekek, akik még nem tagjai a tánccsoportunknak, esetleg kedvet kapnak, és csatlakoznak az egyesülethez, és nem csak ebbe a pár napba, hanem az év minden napján közénk tartoznak, és velünk együtt élik meg ezeket a dolgokat.
A népi játszó a megszokottól eltérően idén csak 3 napos volt, ugyanis az egyesület jó pár tagja Szlovákiába utazott a 7. felében. Beterveztük, tehát az éves program tervezetet megcsináltuk, hogy akkor mit, mikor, akkor nem számoltunk azzal, hogy az egyesület kiutazik Nagysallóba, ahol a nagysallói falunapokon veszünk részt, egy olyan ünnepi apropóból, hogy 25 éves a testvérvárosi kapcsolat, és pénteken reggel az utánpótlás és felnőtt csoport tagjai utaznak Nagysallóba. Tehát így akkor már kurta lett a hét, és mivel a szervezők, a résztvevők elég sokan ugye érintettek az utazásban, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor 3 nap aktív, tehát reggeltől délutánig tartjuk meg, és ezért most 3 naposra sikerült ez a népi játszó, de ha úgy tetszik, folytatjuk a hagyományápolást kint Nagysallóban, ahol a nagysallóiakkal együtt fejezzük be a hetet, és reméljük, hogy jövőre még hosszabban, még aktívabban, még több gyerekkel tudunk működni. A tábor programját színesítette, hogy a Pörbölyi Lovasport Egyesület közreműködésével a gyerekek megismerkedhettek a lovakkal, sőt a bátrabbak akár lovagolhattak is.